Sziasztok, Weber Anikó vagyok, ifjúság és gyerekkönyvíró, és most a gyerekeknek hoztam egy gödöllői karácsonyi mesét Erzsébet királyné és Mária Valéria karácsonyáról. Erzsébet királyné nagyon szeretett Gödöllőn tartózkodni, többet volt itt a gödöllői királyi kastélyban, mint Budán vagy Bécsben. Csaknem 2000 éjszakát töltött a gödöllői királyi kastélyban, és nagyon szerette itt ünnepelni a karácsonyt is, különösen, mivel ilyenkor volt a születésnapja is. Napnyugta után meggyújtották a gyertyákat a karácsonyfán. A kastélyban több száz szoba volt, hiszen itt élt a királyi család személyzete is. Ezért külön kaptak karácsonyfát Erzsébet királyné és Ferenc József gyerekei, és külön az itt dolgozó családok. A fenyőkön Kugler Henrik udvari cukrász édességei lógtak. Karácsonykor Sziszi és gyerekei nem feledkeztek meg a szegényekről sem. A gödöllői diákokat és szegény gyerekeket is várt a karácsonyfa és sok-sok édesség, ruha, ajándék. Egyik évben lehullott az égből épp karácsony napján egy kis hópehely, Hanga, aki pont arra vágyott, hogy megnézze, hogyan karácsonyoztak a kastélyban a királyi család tagjai. Az ő történetét hoztam el nektek a legújabb mesekönyvemből, a Hanga régi karácsonyaiból. Hallgassátok szeretettel! Hanga sokadszorra is lehullott a nagy, szürke felhőről. Csodálkozva látta, hogy Budapest másképp néz ki, mint legutóbb. A Duna felett csak két híd kapaszkodott egymásba. Az egyiket ijesztő kőoroszlánok őrizték, a másik összekötötte a partokat egy szigettel. Az a Lánchíd és a Margit híd, suttogta Hanga fülébe a szél. Eltűntek a szürke tízemeletes tömbök és a kivilágított kocka épületek is. Az utakon pedig nem voltak autók. Lovak húzták a szekereket és a hintókat. Hanga bukfencezett egy prüszkölő lovacska előtt és körbenézett. A karácsonyozó királylányokat kereste, de csak siető, csomagot kacsorongató asszonyokat látott. Földig ért a ruhájuk, és olyan különösen állt a szoknyájuk, mintha hátul párnát rejtettek volna alá. Ahogy elhagyta a várost, fehér mezők és erdők következtek. Hanga megpillantott egy havonsikló szánt, amit négy ló húzott. Az út mellett habos csipkés ruhájukban titkos dallamra keringőztek a fák. A bokrok sűrűjében őzek és szarvasok bújtak el, a távolban pedig feltűnt egy hatalmas épület. A magasból egy kitárt szárnyú sasra hasonlított. Bejárata fölött az erkély díszes oszlopok tartották. Kupoláját hó borította. Hatalmas ablakaiban fénypislákolt. Hanga sejtette, hogy ez a kastély. Amint a közelébe ért, kíváncsian bepillantott a termekbe. Elkerekedett a szeme. Még Pompa úr felhőpalotája sem volt ilyen szép. Ott minden fehér volt, itt a kastélyban pedig minden aranyszínben csillogott. A bálterem csillárjai kacskaringos aranykarikákkal világítottak. Fényüket visszaverték a földig érő aranyszegélyes tükrök, asztalkák, székek. Az egyik szobában kecses íróasztala fölé hajolt egy gondterhelt férfi. A másikban mintes bársony foteljában ült egy lány. Fehér csipkés, fodros ruhát viselt, és éppen egy papírra rajzolt valamit. Mellette egy gyönyörű nő állt. Hosszú haja koronaként fonta körbe a fejét. Hanga rögtön gondolta, hogy csak ő lehet a királyné, és a lánya a király kisasszony. Bár igazi koronát egyikük sem viselt. A királyné megnézte a lánya rajzát, majd megcsokolta a homlokát. A király kisasszony felugrott, és eltűnt egy ajtó mögött. Hanga sajnálkozva nézett utána, de nem kellett sokáig búsulnia. Néhány perc múlva már kabátban, kalapban futott a királylány a kastély parkjában, és meg sem állt egy hatalmas fáig. Hanga szélbe kapaszkodva követte, és lehullott egy karcsú ágra. Onnan nézte a lány szomorú arcát. Mi a baj? Kérdezte, de a királylány rá sem hederített. Hé, itt vagyok fölötted az ágon, kiáltotta Hanga. Nem hal téged,
mondta Hangának egy kerekfejű, kerekhasú gópihe. Hogy? Az a lány nem lát téged rendesen. Ha rád néz, csak egy apró fehér hócsillagot vesz észre. Azt mondják, hogy ha lehullasz egy gyerek tenyerébe, meghallja, amit mondasz neki. De ezt nem ajánlom. Miért nem? Mert az ember tenyere meleg, és te hip-hop elolvadsz, mielőtt beszélgethetnétek. Majd figyelmeztetem, hogy vigyázzon rám. Úgy sem fog. Miből gondolod? Mert a legtöbb ember nem törődik velünk. Elkotornak az útból, ránk taposnak, golyókat gyúrnak belőlünk. De ha nyugton maradsz, még napokig csilloghatsz az ágon. Most elég hideg van hozzá. Tanácsolta a pocakos pihe, majd a kis szellőbe kapaszkodott, és áthullott egy örökzöld bokorra. Biztosan megelégelte Hanga kérdéseit. Hanga azonban nem adta fel. Azért jött, hogy a király kisasszonnyal találkozzon. Összegyűjtötte minden bátorságát, és amikor a lánya közelébe ért, elrugaszkodott az ágtól, ötöd bukfencezett a levegőben, és a kesztyűs tenyerébe ugrott. A királylány rápillantott, először csak kíváncsian, majd egyre nagyobb csodálattal. – Hiszen te látsz engem, ugye? – kérdezte boldogan Hanga. – Ki vagy te, Manó? Tündér? – Azt hittem, tündérek csak a mesében léteznek. – Nem, nem tündér vagyok, hanem hópihe, Hanga hópihe. – Tényleg? Egy hópihére hasonlítasz a legjobban. De most, mintha nagyobb lennél, mint a többi. És arcod is van meg, kezed, lábad, ruhád, és a hangodat is hallom. De örülök, Hanga lelkesen ugrált a kesztyű ráncain. Sokkal bátrabb és vidámabb volt, mint a lány. Ő még mindig meglepődve pislogott. És téged hogy hívnak? Bátorította Hanga. Én Mária Valéria főhercegnő vagyok. Igazi király kisasszony, ugye? Kérdezte Hanga. Mária Valéria elmosolyodott. Ki az anyukád? Az a szép hajó asszony? Faggatta tovább Hanga. Igen, Sisi. Erzsébet királynénak hívják. Milyen jó neked, mondta Hanga. Királylány vagy, és szép palotában laksz. Miért vagy mégis szomorú? Hát észrevetted, csodálkozott Mária Valéria. Persze, meséld el, csak előbb ültess arra a bokorra, mert a kesztyűs meleg kezedben elolvadhatok, kérte Hanga. Mária Valéria óvatosan kinyújtotta a karját, Hanga pedig átugrott egy piros bogyó tetejére, onnan hallgatta a királylányt. Tegnap kikucsiztunk anyával és az udvarhölgyével. Cukorkát és pénzt osztottam az úton a gyerekeknek. Nekik nem tudnak a szüleik édességet vásárolni, ezért mindig örülnek, ha meglátnak. Már messziről kiáltozzák a nevem. Találkoztam egy fiúval is, akit korábban nem láttam. Sápat volt, de amikor átadtam neki a cukrot, egészen kipirosodott. Annyira örült. Azóta folyton eszembe jut a fiú boldog arca. Készítettem ma neki egy rajzot. Szerettem volna átadni az iskolás gyerekek karácsonyán. Mi is el szoktunk menni, hogy kiusszuk az ajándékainkat. De anya azt mondja, idén nem lesz rá időnk. Vendégek érkeztek hozzá, hogy felköszöntsék. Karácsonykor van a születésnapja. Hát nincs, aki elvigye helyetted a rajzot, és átadja a fiúnak? Kérdezte Hanga. Az udvarhölgyek anyával maradnak. A szolgálók a kastélybeli karácsonyra készülnek. És tudod, talán már nem is érnék oda időben, sóhajtotta Mária Valéria. Hol van az a hely? Elviszem én. A széllel szállva hip-hop ott leszek, ajánlotta Hanga. Mária Valéria arca felragyogott. Várj meg itt, kiáltotta, és elszaladt. Néhány perc múlva ismét megjelent. Kezében fehér lapot szorongatott. Az egyik oldala egészen tiszta volt. A másikra a királylány virágos mezőt rajzolt. Alatta girbe-gurba tintes betűk sorakoztak. Ráírtam, hogy én készítettem a képet, és azt is, hogy kinek küldöm. Bélusnak hívják a fiút. Az iskola nagy termében karácsonyozik a többi diákkal és gyerekkel, magyarázta Mária Valéria. Rendben, már indulok is, és megtalálom, ígérte Hanga. A papírral sokkal nehezebb és nagyobb volt nála,
de a szélereje a levegőbe emelte. Hanga a papír sarkába kapaszkodott, és elindult abba az irányba, amerre Mária Valéria mutatott. Maga mögött hagyta a kastélyt, a parkot és a házak fölért. Sötétedett, de az egyik nyitott ablakon fényt látott. Hanga papírral együtt lehullott a párkányra. Bekukucskált az ablakon, és elkerekedett a szeme. Oda bent egy mennyezetigérő zöld fenyő állt. Ágain habfehér sütemények és mézes kalácsok lógtak. A tűlevelek között viaszgyertyák égtek. A lángok pont olyan titkos dallamra táncoltak, amelyre a hópelyhek is szoktak, amikor lehullanak az égből. Ekkor kinyílt az ajtó, és sok-sok gyerek tódult be a terembe. Körbeállták a fát, és egy dalba kezdtek. Hanga látta a szemükben a ritmusra táncoló gyertyalángokat. A párkányon ő is táncolni kezdett a dallamra. Ahogy forgott, hirtelen különös melegséget érzett. De ez a melegség nem olvasztotta meg a ruháját. Inkább belülről simogatta. A dal véget ért, és a fiúk lányok sikongatva egy asztalhoz rohantak, ahol könyvek, füzetek, ruhák, cipők, játékok, ezüstpénzek és kis csomagok tornyosultak. A felnőttek segítettek kiosztani az ajándékokat. A nagy tolongásban Hanga megpillantotta a fiút. Sápat volt, és a mellett álló asszony Bélusnak szólította. Hanga nem habozott. Összeszedte minden erejét, és a szél segítségével belökte a papírlapot az ablakon. A rajz lassan hullott a földre, épp Bélus lába elé. A fiú az ablakra merett. Azt leste, hogy kidobhatta be, de Hangát nem látta. Felvette a rajzot, és rámerett. Lassan betűzte ki a szavakat, és hirtelen széles mosolyra húzódott a szája. Hanga észre sem vette, hogy ő is mosolyog. Sietve indult vissza Mária Valériához, de a királylányt már nem találta a parkban. Oda bukfencezett hát a kastélyhoz, és bepillantott az ablakon. Az egyik földszinti szobában szolgálók és gyerekek álltak körbe két feldíszített fenyőt. Az emeleten, a díszes szalonban pedig Mária Valéria, a királyné, és a király néztek egy gyönyörű mennyezetigérő karácsonyfát. Mohával és virágokkal borított domból nőtt ki. A tűlevelei között itt is sütemények lógtak, és viaszgyertyák fénylettek. Az ágait színes szallagok ölelték körbe. Mellette az ablak alatt hófehér abroszos asztalon várakoztak az ajándékok. Mária Valéria odarohant, és észrevette Hangát. A hópehely lelkesen integetett neki a párkányról. Sikerült, tátogta. A királylány boldogan visszaintett, de a parkba nem volt ideje kimenni. Az ajándékozás után asztalhoz ültek, és mindenféle finomságokat ettek a csillogó porcelántálakból. Majd játék következett. Mária Valéria szemét bekötötték, és így szaladgált a teremben az emberek között. A kukucskáló Hanga nem igazán értette, mi történik, de azt látta, hogy a királylány vidám. Már nyoma sem volt a délutáni szomorúságának. Másnap Mária Valéria kijött sétálni a parkba, és megköszönte Hanga segítségét. Utána együtt kergetőztek a fák között. A királylány a hóban rohant, Hanga a szélben pörgött. Sokat versenyeztek így. Egészen addig, amíg egy reggelen meleg napsugár jelent meg az égen, és simogatni kezdte Hanga hátát. A hópehely már tudta, mit jelent ez. Mennem kell. El fogok olvadni, suttogta Hanga szomorúan, mert sajnálta, hogy el kell búcsúzni a Mária Valériától. A királylány megrémült, de Hanga megnyugtatta. Ne félj, még sokszor találkozhatunk. Jövőre is eljöhetek, hiszen újra le fogok hullani az égből. Akkor jó, cippogta Mária Valéria, de úgy szeretnék adni neked valamit, búcsúzóul. Nem vihetek magammal semmit az útra, rázta a fejét Hanga. Akkor megmutatom neked a karácsonyfát. Az lesz az ajándékom, kapta a tenyerébe a hópelyhet Mária Valéria. Hanga nem ellenkezett, hagyta, hogy a királylány bevigye a kesztyűs kezében a folyosóra, felszaladjon vele a hatalmas lépcsősoron, és belépjen a szalomba. A
karácsonyfa még mindig ott állt, és Hanga orrát megcsapta az édes fehér sütemények és zöld fenyő illata. Csak nézte a fát, és közben észre sem vette, hogy milyen gyorsan olvad. Szerette volna Valériától megkérdezni, hogy mit is jelent pontosan a karácsony, de már nem volt ideje. Hirtelen egészen könnyűvé vált, és a királylány kezében nem maradt más, csak egy hópehely csillag, majd egy egészen parányi vízcse. Hanga pedig ismét egy szürke felhőn tért magához, mint legutóbb. A hópehelylány lehajtotta a fejét felhőpárnájára, és édesfehér süteményekről, viaszfehér gyertyákról álmodott.